Frajna atyának utólag is gratulálunk Gyémánt miséje alkalmából. Ez egy nagyon-nagyon szép esemény volt. Azt hiszem, hogy belülről is ugyanúgy nézett ki, mint ahogy mi kívülről láttuk, és a megszokott szerénységgel értékelte Frajna atya ott az eseményeket a Gyémánt mise végén. Hát magam is kértem a Szent mise előtt is, hogy hát ne rólam szóljon. Istennek adjunk hálát, mert minden embernek az életében van mit megköszönni. Tehát, hogyha csak ezt vesszük alapul, ez is egy nagyon nagy érték. De ha ebben a közös szentmisében mindannyian tudjuk értékelni azt a pár évet, amit együtt töltöttünk, együtt éltünk át, akkor ez igazán komoly érték lesz mindannyiunk számára, örök érték. Nagyon sokan eljöttek azokról a településekről is, ahol valamikor Isten szolgálatában állt Frajna atya. Rengetegen voltak, de kollégák is jöttek, sőt, valamikori főnöke is meglátogatta önt ezen a Gyémánt misén, Ber Miklós doktorra gondolok. Hányan voltak, akik, mint volt papok, illetve a püspökségtől, akik megtisztelték ezt a Gyémánt misét? Igen. Papok 8-an voltak. Nagy megtiszteltetés volt az én számomra is, meglepetés is, mert például a Jász Fényszarúi plébános atya hát nem közelről jött, és mégis vállalta ezt az utat. Jó, hogy egy közösségbe tartozunk tulajdonképpen, a Vinculum Caritatis közösségbe. Ez egy nagyon szép papi közösség is, amelynek női ága is van, sőt, hát mondjuk az a többlet most, az ő létszámuk, és van egy baráti köre is, ugye a Vinculum Caritatisnek. Kerepesre 2001-ben került. Igen, 2001-ben került. Akkor milyen állapotok fogadták? Hát tulajdonképpen örömmel jöttem, hiszen az elődöm egy nagyon-nagyon értékes pap, Varga József, aki hitoktatóm is volt egy időben, úgyhogy nagy-nagy örömmel és szeretettel jöttem. Az egyházközség állapota tulajdonképpen az ő munkájának köszönhetően igazán egy jó hangú és jó, mondjuk, hogy jó állapotban, lelki állapotban lévő közösség volt. Igaz, hogy az idősek voltak többen, de természetes, hogy őt nem lehetett volna felülmúlni a munkabírásban, meg azután azokban az ügyekben, amit ő végzett. Természetesen nem is akartam ezt, viszont én egy másik utat választottam. Megkérdezte valaki tőlem, hogy a József atya, akit Tiszinek szólítottunk, mindig hordott a zsebében cukrot, és a gyerekeknek adta meg, akivel találkozott, hogy te mit fogsz tenni, mit fogsz adni? És akkor én mondtam, hogy én nem cukrot adok. Én másképp szeretném Isten közelségét valahogy az emberek számára közvetíteni. Hogy ez mennyire sikerült, hát majd a jó Isten eldönti. Én csak ezt tudom mondani, hogy szerettem volna, akartam. Érzem a hiányosságokat, érzem azt, hogy többet is lehetett volna tenni. Most már ezek elmúltak számomra. Viszont nagyon, nagyon nagy öröm, hogy akkor, amikor elérkezett ez az idő, akkor én már tervezgettem, hogy hová fogok menni majd, mint nyugdíjas. Két helyre is lehetett volna. Az egyik Székesfehérvár, ahol a Váci papoknak az otthona van, a másik pedig Nyíregyháza. Közben jött a püspökatyának a levele, amelyik pontosan erről szólt, hogy ne menjek sehová, hanem maradjak helyben és segítsek. Hát ez számomra a legnagyobb öröm volt. És ez egy Gyémánt mise egy jó példa arra, hogy az a lelki közösség, amit megörökölt Frajna atya,
ez szerintem tovább lépett, hiszen ennyi ember szeretetét érezni azért az egy nagyon-nagyon fölemelő érzés lehetett. Számomra valóban az volt. Kicsit azon izgultam, ugye, hogy nem csak, hogy nem férnek be, hanem akik benn vannak, azok egy idő után hát levegőt nem fognak kapni, friss levegőt. Tehát izgultam értük. A lelki közösséget említette Frajna atya, de azért itt rengeteg olyasmi történt 2001 óta, amit ott föl is soroltak, hogy mi minden fűződik Frajna atya nevéhez, fejlesztések, beruházások. Emlékszem rá, amikor a templom újjáépítéséhez egy széleskörű gyűjtést kezdett szervezni Frajna atya, mert hogy a templom állapota olyan volt, hogy ha tovább repednek a falak, akkor ezt a Jóisten sem tudja egyben tartani, tehát valamit tenni kell. De akkor valami megmozdult, hiszen egy csodálatos templom lett a felújítás után, eredeti szépségében pompázik, vagy még annál is többet mutat. Nagyon, valóban nagyon nagy munka volt, mert akkor a falrepedéseknél, a beázás után, ugye ez a veszély valóban fennállt. Akkor még a Pallós Béla, mint statikus, nem csak, hogy itt lakott, hanem jó baráti viszonyban voltam vele, és ő az ő professzorai közül is hívott meg vizsgálatra ide személyeket, és akkor kiderült végül, hogy nem, még csak összekötőt sem kell tennünk, hogyha ezt a bizonyos nedvességet távol tudjuk tartani a templomtól. De itt szeretném rögtön megjegyezni, hogy ez nem az én munkám és az én igyekvésem, törekvésemnek az eredménye, hanem a közösségé. Tehát fölébredt az emberekben az a tudat, hogy igen, ezt egy ember nem tudja, nem képes elvégezni, ez csak közösen lehet. És akkor egyre többen kapcsolódtak bele ebben. Tehát elvezettük a templomtól a vizet, hogy ne maradjon ott. A talajvízről ugye hát nem gondoskodhatunk, de a csapadékvízről igen. A járda mellett, tehát a közút melletti járdánál is megtettük ezt a hosszú vezetéket, amely ki az udvar felé és az utca felé vezeti a csapadékvizet. Ez volt mondjuk talán a legfontosabb, hogy a templom állagát megvédjük, megszilárdítsuk. Azután jött a 100 éves évforduló, tehát mindenképpen egy olyan megmozdulás volt ez, amelyik belevitte a közösséget abba, hogy tovább dolgozzunk a templom, a közösségnek az épségén és a virágzásán. A templom felújításán kívül egyébként ez a gyémánt misén is nagyon szépen adta hátteret, ha csak arra gondolok, hogy a teljes villamosságot, villanyszerelést felújították, tehát ott nem volt semmiféle technikai probléma. Gyönyörűen szólt az orgona, azt hiszem, hogy ezt sokan megirigyelték volna. Igen, mert ezek a munkák most már folyamatosak voltak, különösen azért is, mert most már pályázatokat is nyertünk. Az első ugye a templom fest külső állagának a megóvásával, illetve a, mondjuk azt a homlokzatnak a felújításával. Erre kaptuk a pályázati 15 millió forintot. Persze, hogy mi rögtön éreztük azt, hogy ha csak a homlokzatot újítjuk fel, akkor az hát nem lenne a templomhoz méltó, meg a közösség is azért többet igényel. Tehát akkor egy teljes festést, egy körbefestést szeretnénk. Igen, ám csak ugye ez akkora összeg lesz, hogy nem fogjuk tudni rögtön kifizetni. Szerencsére mondjuk kaptunk azért segítséget, de ezek mind olyanok, hogy akár jóbaráti összeköttetés, akár pedig a híveknek az adományai, tehát ez mind egy bizonyos cél érdekében történtek, ami valóban a közösséget építi, összefogja a közösséget. És a közösség megint szóba került, akkor csak még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy
akik most itt aktívan tevékenykednek a háttérben, azok az ifjúsági csoportok, felnőtt csoportok, amik szintén az egyházközség szervezése mellett segítségével működnek, ez azért nagyban köszönhető Frajna atyának. És nem véletlenül maradt itt Kerepesen, tehát túl sokat nem kellett marasztalni, hiszen egy olyan közösséget sikerült kialakítani, akik nem is engedik el. Igen, lehet, hogy van ebben sok igazság, de én azért mégsem így gondolom, hogy nekem köszönhető ez. Olyan, az egyházközségnek olyan értékei vannak, amelyek azt hiszem, hogy megirigyelhetné más közösség is. Például, ami most ebben a gyémántmisében nagyon megmutatkozott, a Somorjai Péternek a munkája. Ugye ő a rendezvényeket már nem először, évek óta végzi a honvédségnél. Tehát nagy felelősségű, komoly munka ez. A pályázatok, amelyeket most már ő ír meg, az csodálatosan sokat jelentenek a közösségünknek. Tehát tulajdonképpen őt dicséri ennek a sok munkának a szép fénye. Én ezt látom, hogy ezek az értékes emberek, hát tulajdonképpen nem is egy ilyet mondhatnék, de ő az, aki tulajdonképpen a mozgatója volt ennek a közösségi munkának és előbbrehaladásnak, előrelépésnek. Somorjai Péternek ott könnyű a dolga, hogy van egy hiteles ember, akire hivatkozhat, hogy ezért csináljuk meg, mert hogy a Frajna atya így szeretné, és az emberek ezt el is hiszik, és szerintem ez így van rendjén. Igen, én mindenképpen azt szerettem volna, hogyha csöndben tudjuk, és egyszerűségben. Természetes, hogy nagyon jól esett, ez most már ez a fényes nagy ünnepség, de én nem magamat látom legfontosabbnak ebben a munkában, ami végül is létrejött, megvalósult, hanem a közösségnek ezeket a tagjait. Tehát a egyházközség elnökét is, a Lobmajer Miklóst, meg az egyházközségi tagokat is, akár a régi tagok közül is, ugye, aki most már ugye elnök volt, lemondott, tehát a Gróf Károlyra gondolok. De nem egy ilyen van, mert szóval tényleg úgy van, hogy ezek a közösségnek az oszlopai, bár csak fiatalabbak lennének, bár csak még többet tudnánk tenni, de én azért ebben a fiatalításban azért nagyon reménykedem. És pontosan a Somorjai Péternek a munkája, a tevékenysége, tehát ezek a táborok például, amelyek az idén is vannak, nagy részt azért ő neki köszönhetőek. Ebben én azt látom, hogy ő önmagát adja, mert ő neki gyakorlata is van ebben. Tehát kevéssé érzem azt, hogy megbecsülik. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha ezt fölismernék, és támogatnák ebben. Ja, atyának az volt a kérése, hogy semmiféle ajándékot nem kér, sőt, ha ez bekövetkezik, akkor még rosszallását is fogja majd kifejezni. De azért valahogy sikerült ezt a meglepetést a szervezőknek keresztül vinni, mert olyan ajándékot adtak, mint a mesében, hogy volt is ajándék, meg nem is. Ezt hogy fogta föl, atya? Mennyire örült ennek a meglepetés? Hát ennek valóban nagyon örültem, hiszen ez látszott ugye abból is, hogy igen sokan a régi helyekről is eljöttek áldozatok árán, mert hiszen Szegvárról nem éppen könnyű eljutni ide. Ez több órás autóút, még akkor is, hogyha Strádát beleszámítjuk. Azután ugye Monorról is, meg a többi helyekről is, hát tényleg nagyon számomra nagyon meglepő volt, és nagyon nagy öröm. Természetesen én ezt nem merném mindig úgy a magam javára
fordítani, vagy írni, mert egész biztos, hogy ők az ő maguk életében érezték talán azt, hogy valamit jelent az, hogy együtt dolgozhatunk. Tehát nagyon-nagyon örülök ennek, mert ezeket a kapcsolatokat én azt mondom, hogy igen, fontosak, és ápolni kell. Fontos, és nem szabad ezeket abba hagyni. Isten szolgálatában ugye több település neve is szóba került, előbb is említett kettőt, atyám. Melyiket emelnék ki, tehát ami úgy közelebb került a szívéhez? Ugye Kerepes az egyértelmű, hiszen ha úgy veszük, akkor Kerepes az a pályafutásának a csúcsa, ha lehet így, de Kerepes otthona lett, igen. Igen. Nem, igazából nem mernék úgy nagy különbségeket tenni, mert hiszen az első plébánosi helyem, ugye hát önálló helyem Szegvár volt, az valóban szívemhez nőtt. De a többi is, mert én tényleg örömmel voltam minden helyemen. Általában 6-7 évet töltöttem egy-egy helyen, káplán éveim is így teltek el. Tehát az első helyem ugye Sándorfalva volt, azután kerültem Lajosmizsére, Lajosmizséről Budapestre, Vekerletelepre, és végül Monorra, ahol a testvéremmel, Mihály testvéremmel, aki szintén pap volt, együtt lehettem. Az egy boldog, örömteli időszak volt. És hát onnan kerültem ugye önállóként Szegvárra. Szegvár már nagyon nagy területet csatoltak oda, amelyiket aztán el kellett látni. Nagy Mágocs, Árpád halom, tehát ezek voltak a fontos állomáshelyek. Tehát nem akarok igazán különbséget tenni, mert mindegyiket nagyon-nagyon örömmel szeretem. Kerepesi hívők örömére mégiscsak vállalta a szolgálatot Frajna atya, tehát maradt továbbra is Kerepesen nyugdíjazása után is, és reméljük, hogy még nagyon sokáig tudja szolgálni itt a hívőket is, és az egyházat is. De mit tud üzenni azoknak az embereknek, akik úgy Isten hívők, hogy tagadják, vagy úgy Isten hívők, hogy föl is vállalják? A legfontosabb üzenet az a szeretetről szól. És nem érdem szerinti szeretet ez, hanem a Krisztus példájaként, példamutatásából meríthetjük ezt a szeretetet. Ő, aki mindenkiben pontosan azt az értéket, azt a személyiségnek azt az értékét látta, és azt a mi figyelmünket is erre akarja ráirányítani, ami igazán érték, a Teremtő Isten értéke. Ezt úgy kapjuk, akkor, amikor megszületünk, már magunkkal hozzuk. Ehhez még a szüleink sok mindent hozzátesznek, az az ő örökségük, nem pénzben kifejezhető, hanem valóságos érték a személyiségünkbe épül be. Persze csak felnőtt korunkba kezdünk rájönni, hogy ezt úgy kaptuk, ezt nem mi magunk szereztük mind, ami ilyen kincs, de igazi érték. Tehát én a szeretetet mondanám, hogy ez. És még ebben egy dolgot szeretnék kiemelni, és pedig azt, hogy nagyon nagy figyelemmel kellene megkülönböztetnünk, hogyha egy embernél hiányosságokat, pláne hibákat, vagy valaki, ha vallásos fogalmakkal dolgozik, és azt mondja, hogy hát bűnei vannak meg, hogy milyen nagyon mélyre süllyedt, és így tovább, hogy megkülönböztetni az ember személyiségét az ő cselekedeteitől. És megbecsülni a személyes értékeit, de elítélni a hibáit vagy a bűneit. Ezt nagyon-nagyon nehéz megtenni, de nagyon-nagyon kellene ráfigyelni. Ez egy komoly üzenetem, nagyon-nagyon szeretném, hogyha ezt megértenék, és komolyan vennék. Mert így lehet igazán megbecsülni embereket, hogyha mi ezt ketté tudjuk választani, ezt a két dolgot.
az ő személyi értékeit, amit Istentől kapott, és azt, amit ő talán néha hibásan elkövetett. Atya, köszönjük szépen a beszélgetést. Remélem, hogy nagyon szívesen. Sokat segítünk a hívőknek a lelki erő gyakorlásában, és a Jóisten tartsa meg egészségben atyát itt Kerepesen, a kerepesi közösségben. Jó kívánságot, és ugye ilyenkor, amikor egy-egy ilyen ünnep van, úgy szeretném, hogyha mindenkit személyesen megszólítanék, de hát erre akármennyire is megvártak sokan, és akartak kezet fogni velem, vagy megölelni, erre mégsem juthatott mindenkinél sor. Úgyhogy azok számára is azt mondom, hogy mint ahogy kértem már, amikor a meghívókat kiküldtem, hogy lélekben találkozunk, aki nem tud eljönni, legalább ebben az órában mégis gondoljon arra, hogy igen nagy szeretettel akarnék mindenkivel együtt érezve hálát adni Istennek. És ez egy igazán óriási dolog, hogy ezt sokan meg tudták tenni, de sokan nem tudtak eljönni, és én őket éppen úgy látom, hogy ő bennük is ott van ez az együttérzés és szeretet, mint azokban, akik el tudtak jönni. Köszönöm szépen én is a beszélgetést.